Üdvözlet mindenkinek itt az infobabo.hu weboldalon. Néhány feminista videót szeretnék megmutatni, ez egy ilyen kifogyhatatlan tárháza a komédiának. Ez az, amiről szó lesz ebben a videóban. Mielőtt neki vágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Természetesen nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs igazság abban, ami elhangzik majd ezekben a videókban, azonban a nagy része az nem más, mint propaganda, az, amit azok, akik uralják és irányítják a világot, szeretnének, hogy mi gondoljunk, különös tekintettel a nőkre, és ez igen nagy hatékonysággal működik, láthatjuk, hogy ez megfertőzi mindenféle korosztályoknak az elméjét, és teljesen elhomályosítja a józan ítélő ha egyáltalán volt ilyen. Lehet, hogy nem is húzom az időt, hanem elkezdem ezzel a videóval is. Még egyszer, én csak szeretnék rámutatni arra a kétszínűségre, ami jellemzi ezt a mozgalmat. Ez esetben arról van szó, hogy a nők mindig is dolgoztak, ami így van. És csak a gazdag családok tehették meg, hogy a nők otthon maradjanak. Mint például József Attila anyukája, vagy a cselédek, akik mind nők voltak. Viszont mivel a nők nem fértek hozzá az oktatáshoz, így csak a képzettséget nem igénylő, alulfizetett munkákat végezhették. A gazdag nők pedig teljesen kivoltak szolgáltatva a férjeiknek. A helyzet az, hogy sokat nem változott a dolog, mióta ez a nagy szabadság beköszöntött, mert a nők ugyanúgy azokat a foglalkozásokat választják, amelyek kevésbé fizetettek. Ha valakit érdekel ez a témai, javaslom, hogy járjon utána. Az egyik legjobb, hogyha elkezdi az Warren Farrell könyve, Why Men Earn More, azaz miért keresnek többet a férfiak, ami tele van statisztikákkal, munkaügyet tekintve, és mindenki megtudhat mindent, amit csak szeretne, és akkor nem fog olyan ostobaságokat beszélni mint ezek a hölgyek, a videókban is korcsoporttól függetlenül megy ez, mert a következő videóban, amit szeretnék megmutatni, abban elhangzik az összes klisé ostobaság, amit csak a feministák szajkóznak évtizedek óta. És ez Magyarországra is beszivárgott mellesleg, úgyhogy itt is fertőzi az elméket, korosztálytól függetlenül. Női felsővezetők aránya 10%, míg a V4-nél 26-28% fel kell tennie mindenkinek a kérdés, hogy miért vajon ennyi? Azért, mert valami gonosz férfi összeesküvés létezik a világban, hogy ne engedjék oda a nőket. Már a kötelező felvenni a nőket, ami azt jelenti, hogy csökkenni fog a minősége. Hiszen ha nincs annyi képzett azon a területen nőből, akkor nem tudnak felvenni olyan arányban. Meghatározza a kínálat azt, hogy ki az, aki dolgozhat ezekben a pozíciókban. Menjünk tovább, mert az összest elmondja hihetetlen, és az a bizarr, hogy az információ elérhető, majd, hogy nem csak ingyenesen az interneten, teljesen szabadon, és mégis vannak ilyen tudatlan emberek. Média. Nők által írt cikkek aránya 25 Ki akadályozza meg a nőket abban, hogy cikket írjanak? Senki. Azt akarja mondani bárki, hogy van egy összeesküvés, hogy a nagyszerű női cikkeket ne engedjék oda, hogy ne lássa a közönség, hogy milyen zseniális dolgokat írnak a nők? Abszolút nem erről van szó. Ha nem kerül valaki oda a médiába, az azért van, mert nem képes rá, vagy nem olyan minőségű. Ez a mai társadalomban már egyszerűen nem értem, hogy hogy nem világos mindenki számára. Nem akadályozza meg őket senki, sőt, van egy óriási nyomás arra nézvést, hogy a nők bekerüljenek ezekbe a pozícióba. Ha még sincs ennek ott, akkor saját magukra kellene nézniük. Nem mutogatni mindig másra, meg hibást keresni. Ugyanaz az önéletrajz férfinélvel 24%-kal nagyobb esélyt kap interjúra. Mi a bizonyíték erre? Milyen Milyenféle kutatás van arra nézvést, hogy 24%-kal nagyobb esélyt kap az interjúra. Ez teljesen kizárt, főleg ma, amikor kvóta rendszer van. Ezért mondom, hogy ezek a hazugságok, amikről ők beszélnek, érdemes átgondolni. De a lényeg ez, ami, ami most van a képernyőre írva. Ugyanazért a munkájára nők közel 20%-kal kevesebb fizetést kapnak. Ami egy hazugság, sajnálom, de egy hazugság. Nagyon büszke vagyok magamra és tisztában vagyok azzal, hogy egyszerűbb az áldozatot játszani, meg keresni másban a hibát, mint felelősséget vállalni azért a pozícióért, amiben vannak a nők, vagy amiben vagyok, vagy amiben az egyén van. Mindenki azért van ott, ahol van, mert olyan döntéseket hozott. Ez az, ami nehezére esik a nők többségének, ezért imádják ezt az áldozat szerepet, amire végtelen példát fogok mutatni csak ebben a videóban. Szóval arról beszélnek, hogy ugyanazért a munkáért a férfi több pénzt kap. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Itt van egy adat, egy diagram, ez az Egyesült Államok statisztikai hivatalából való 2001-es, 2001-es, 22 évvel ezelőtti adat, mondjuk a feminizmus után 40 évvel, ahol összehasonlítva látjuk jobb oldalon a nők, bal oldalon a férfiak, soha nem házasodott, gyermektelen, főiskolai végzettséggel rendelkező, teljes munkaidejű, 40 és 64 év közötti embereknek a fizetése. 47 ezer a nő. 40 ezer forint a férfi. Ez az átlag. Úgyhogy a statisztika megcáfolja azt a hazugságot, amiről beszélnek. És hiába keres valaki szimpátiát, hogyha az az egész hazugságra épül, nem fogja megtalálni csak azokon a helyeken, ahonnan nem számít, hogy megkapja azt. A tények, meg a statisztika lerombolja ezeket a hazugságokat, és nem is kell megszakadnia az embernek, hogy ezt megtegye. Egyszerűen csak rá lehet bukkanni erre bárhol az interneten. Azok a cégek, ahol több női vezető van, 25%-kal nagyobb esély van kimagasló nyereségnek. Hogy? Mindenki azt csinálná, minden cégben így lenne hogyha ez igaz lenne. Értse meg mindenki, a profit vezérli ezeket a cégeket, nem az, hogy férfiak dolgozzanak ott. Nem érdekel senkit, hogy ki dolgozik ott. Az a lényeg, hogy a legjobb munkaerőt megtalálja. Ha férfi, férfi, ha nő, nő, ha kutya, akkor meg kutya lesz az. Mindegy, ha úgy lenne, hogy 25%-kal több bevételük, nagyobb az esély, hogy kimagasló nyereséget termeljenek, akkor nők lennének ott csak, ha ez így lenne. De nem így van, ez egy hazugság. Mutatni szeretnék egy történetet, és értem, hogy ez pusztán egy anekdota és nem statisztika, de itt van, hogy mennyire nagyszerűen együtt tudnak működni a nők. Samantha Brick létrehozott egy céget azzal az utopisztikus álommal, hogy csak női dolgozói lesznek. Ez az egész nem tartott tovább. Néhány hétnél, ez az idél, néhány hétnél nem tartott tovább. Ugyanis két klik alakult ki, és fejlődött a társaságban az egyikbe azok tartoztak, akik már dolgoztak együtt korábban, a másikba azok, akik még nem. Állandóan harcoltak ezek a nők egymással, olyan jelenetek alakultak ki, mint a Big Brother-ben azt mondta, úgy, hogy elhagyta a jó állását 2005-ben, felvett hitelt a lakására, illetve a házára 100 ezer font értékben, és elkezdte ezt az új bizniszt, ahova hét nőt vett fel. Sangnői. Which means over woman in Mandarin. És már az első hetekben ez elkezdődött mindenféle gúnyolódásokkal, egymásnak az agresszív, derogáló lealacsonyításával, folyamatos vitákkal folytatódott, és végül abba kellett hagyni ezt az egészet, mert rájött, hogy nem tudnak együtt dolgozni ezek a nők egymással. <coughs> Mi volt a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb gyújtópontja ennek? A divat. A divat. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.